Szélsőségesen meleg nyarak, szárazság és elsivatagosodó vidék. Ezek az éghajlatváltozás leginkább jellemző tünetei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyei közgyűlés legutolsó ülésén jóváhagyta azt a klímastratégiai dokumentumot, amely útmutatót nyújt a települési önkormányzatok számára ahhoz, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni, akár a mezőgazdaság, a katasztrófavédelem vagy a vízgazdálkodás szempontjából. Hangzott el a megyeházán a klímastratégia ismertető rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón. Látjuk mindannyian napi tapasztalata, éppen a tegnapi nap során egy újabb meleg rekord dőlt meg Magyarországon. Tehát napi tapasztalatunk, hogy változik az éghajlat, és ez nem csak egy-egy hát hőmérséklet ingadozásban, vagy egy kiugró eredményben látszik, hanem a statisztikai adatok is azt mutatják, például a egyet kiragadjak, ami a megyéket érinti, az utolsó 30 évben plusz egy Celsius fokkal nőtt a megye átlag hőmérséklete. Ez egy ilyen időtában nagyon jelentős változás, és ezekben az időjárási szélsőségekben jelenik meg. Ezért volt nyilván Magyarország kormányának is vállalása, hogy Európai Uniós támogatások, programok segítségével minden megyében, Magyarország minden megyében kidolgozásra kerül egy stratégia, amelyet aztán helyi stratégiák megalkotása is követ. Leginkább az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére és a klímaváltozással kapcsolatos szemléletváltozásra van szükség ahhoz, hogy megyénkben is hatékonyan fel tudjunk lépni a minket érintő változásokkal szemben, mondta el a sajtótájékoztatón a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese. Három pillérre épült ez a stratégia. Egyrészt, hogy hogyan lehet csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a jelenlegi szintről hogyan lehetne a csökkenés felé elmozdulni. Másrészt megvizsgáltuk, hogy hogyan tudunk adaptálódni a megváltozott körülményekhez, hogyan tudjuk ezt az előnyünkre fordítani. A harmadik pillér, és talán a legfontosabb az első kettő mögött, pedig a szemléletformálásra nagyon nagy szükség van, hogy a lakossága megértse, hogy ez nem valakinek a problémája, ez mindannyiunk problémája. Szuhocki Gábor, a projekt konzorciumi partnere elmondta, a klímastratégiát összefoglaló dokumentum két év alatt készült el, de ezzel még nem ért véget a közös munka. Kettős célt tűztünk ki magunknak. Az egyik, a klímastratégia utolsó részében világosan vannak azok a feladatok meghatározva, amelyeket lakossági, önkormányzati, költségvetési intézményi vagy éppen vállalkozói szinten ennek a tímnek, aki most másfél évig együtt dolgozott, vinnia kell. Ezek a különböző pályázatok előkészítésében és lebonyolításában való segítségnyújtás jelentik elsősorban, és nagy örömünkre szolgál, hogy a KBTS javaslatának megfelelően a kormány egy újabb pályázatot írt ki immáron települési önkormányzatok részére. Szuhocki Gábor hozzátette, a jövőben tehát elkészülhetnek a települési klímastratégiák, a településen átívelő kampányok, valamint feladatuk lesz még a különböző szakkörök, akciók és tanulmányutak szervezése is.